Egy vándorkiállítást hoztunk a Néprajzi Múzeumból, immár a 10. helyszínünk Dombovár, a Petőfi Kulturális Program keretében vándoroltatjuk ezt a kiállítást. A kiállítás Cigánytörténetek alcímet viseli, és Erdős Kamil hagyatékát dolgozza föl. Ez a név gondolom sokaknak nem mond semmit. Erdős Kamil az 1950-es évek második felében végzett, hát tulajdonképpen néprajzkutatói munkát magyarországi, főleg alföldi és észak-magyarországi cigány közösségek körében, de nem volt diplomás néprajzkutató, hanem őt egy nagyon sajátos egyéni érdeklődés és szenvedély vezette, megtanulta a romani nyelvnek több dialektusát is, és így teremtett egészen sajátos, mondhatjuk, hogy párja nélküli bizalmi kapcsolatot az akkor még nagyon-nagyon zárkózott, sokak esetében éppen a letelepedés, a vándorló életmód feladását követő letelepedés időszakát élő cigány közösségek körében, és az ő hagyatéka a Gyulai Erkel Ferenc Múzeumba került. Nagyon sokáig csak egy kis része volt ismert, illetve azok a nagyon rövid, nagyon kevés tanulmány, amit Erdős Kamil az ő rövid élete során írt, és úgy gondoltuk, hogy az a munka, amit a Néprajzi Múzeumban a gyulai kollégákkal együtt elvégeztünk, hogy ezeket az elsősorban fotókat digitalizáltuk, megpróbáltuk értelmezni, történeteket kerestünk hozzá, friss kutatást szerveztünk rá, hogy a közösségekbe, ahol ezek egykor készültek, visszavigyük őket, és így gazdagítsuk a róluk való tudást. Szóval úgy gondoltuk, hogy ez nem csak egy Néprajzi Múzeumban épített kiállítást érdemel, hanem ennek a vándor változatára talán kíváncsiak lesznek vidéki nagyobb és kisebb településeken is. A kutatás része ez nagyon izgalmas volt, és több szinten is zajlott. Erdős Kamilról azt kell tudni, hogy tüdőbetegként nagyon fiatalon halt meg, és a hagyatékában nagyon sok olyan, több száz olyan fénykép maradt, amihez csak minimális és éppen személyesnek szánt, emlékeztető szánt információk maradtak fönn. Tehát vagy tudtuk, hogy kik vannak a képeken, és hol készült név szerint, de leginkább nem tudtuk, és legfőképpen nem lehetett tudni azt, hogy ezek milyen körülmények között készültek ezek a fényképek, kik voltak ezek az emberek. Mert hiszen talán pont a látogatók is egyet fognak érteni velünk abban, hogy nem az a legizgalmasabb benne, hogy itt akciókat látunk, nincsenek látványos, néprajzilag értelmezhető jelenetek, viseletek, hanem nagyon hétköznapi szituációban látunk az 50-es évek második felének hétköznapi életét élő cigány embereket. Tehát a kutatást, hogy többet és összefüggésében tudjunk meg erről az anyagról. Először magában a hagyatékban kezdtük, tehát összeolvastuk a tanulmányokkal, a kéziratokkal, a terepnaplókkal, hanganyagokkal, amiket Erdős Kamil gyűjtött, és egyre inkább tárultak föl az összefüggések, hogy miben is voltak partnerei a terepen, a képen látható személyek Erdős Kamilnak, és utána következett az a munka, hogy a 32 település közül, amelyen a képek készültek, kiválasztottunk 10-et, ami úgy tűnt, hogy sűrűbb, izgalmasabb anyagot ad, visszatérő helyszíne volt az Erdős Kamil kutatásoknak, és ezeket a településeket kerestük föl, ott kerestünk és találtunk hozzátartozókat, egy esetben még élő személyt, akit a képen láthatunk, és velük együtt is értelmeztük ezeket a képeket, nevet adtunk a képeken szereplő személyeknek is, és talán a kiállításnak, a Néprajzi Múzeumi változatának tapasztalható sikere ennek is köszönhető, hogy nagyon sok olyan ember értette meg, hogy az ő családjának a története, az cigányság 50-es évekbeli története része tulajdonképpen a magyarság történetének, és hogy igenis múzeumba való anyag, és annak az örökségnek a része, amelyekkel a múzeumoknak és a családoknak egyaránt dolga van. 22 őszén készültek el a felvételeknek a digitális változatai, ami igazán lehetőséget adott arra, hogy elkezdjük
elkezdjük, elkezdjük az intenzív kutatómunkát, egy hétfős kurátori csapattal dolgoztunk ezen, köztük két roma identitású szakértővel is. Egyszerre zajlott a terepmunka, egyszerre zajlott a kiállítás tervezése. A kiállítás tervezése újabb kérdéseket vetett föl, és újabb terepmunkákat hívott életre, és így végül is egy 7-8 hónap intenzív munka után, 23 májusában nyílt meg a Néprajzi Múzeumban a kiállítás. A Dombovári Művelődési Ház aulájában a vándorkiállítás június 28-áig tekinthető meg.